8 mikrobusznyi száraz élelmiszert, gyermekjátékot, gyermekruhát adott át ma a szombathelyi Egyházmegyei Karitász, a Szent Panteleimon Karitász kárpátaljai görögkatolikus jótékonysági szervezetnek. A két alapítvány delegációja a gyermekek számára érkezett adományokat elszállította a Tiszakeresztúri gyermekotthonba. Az intézmény ugyanis 2021-es bezárását követően az elmúlt napokban újra megnyitotta kapuit a háború elől menekülő árváknak. Tucainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatója elmondta, a segélyszállítmányt Vas és Zala megye plébániái, önkormányzatai és iskolásai gyűjtötték össze. A 8 autóban 11 tonna élelmiszer van, bébiétel, pelenka, ebbe az autóba, amit most idehoztunk a gyerekekhez, ebbe egy Zrínyi Ilona általános iskola diákjai gyűjtöttek rengeteg meséskönyvet, édességet, játékokat, sok mindent, amit kifejezetten a gyerekeknek szántak. Aztán kaptunk nagyon sok pénzadományt, abból pedig egy nagy szupermarketba több raklap száraz tésztát, burgonyát, babot, borsót, mákot, meg ilyeneket hoztunk, mert hallottuk Péter atyától, hogy üzemeltet ingyen konyhát, meg van itt a környékben egy idősek otthona is, ahova főznek, hogy ezeknek az intézmények működtetésére is legyen megfelelő alapanyag a konyhába. Az élelmiszeradományt a Szent Panteleimon Karitász fogja kiosztani a háború elől menekülőknek, valamint az idős, rászoruló embereknek. Kidolgoztunk egy programot, hogy milyen ütemben szeretnénk ezeket a tartós élelmiszereket felhasználni. Első körben azoknak a családoknak szeretnénk segíteni, akik menekülteket fogadtak be az otthonaikba, hogy ne a saját élelmiszerkészleteiket kelljen felhasználniuk ezeknek a menekülteknek az élelmiszerrel való ellátására, ebben tudunk segíteni, illetve a következő lépésben pedig felmérjük azokat a szegényeket, elesetteket, akiket az egyházközségi karitás csoportjaink megjelölnek, és számukra juttatunk el egy gyors segítséget, és hát gyakorlatilag ezzel ki is ürülnek a raktáraink, hisz szeretnénk minél gyorsabban, minél több embernek segíteni, ugyanis, ahogy mondani szokták, aki gyorsan segít, az kétszer segít. A Szent Panteleimon Karitász és a helyi görögkatolikus egyházközségek nemrégiben nyitottak Kárpátalja szerte 4 szeretett konyhát is. A Batáron, Csepében, Salánkon és Sislócon működő ingyen konyhák a magányos idősek, nehéz sorsú családok élelmezését fogják segíteni.